Teresa de Jesus. Ismerős? Szerintem érdekelni fog. Írsz egy összefoglalót? Csend legyen! Idióták! Apa, figyelj rám! Bezártak a raktárba, Suli! A francba! Ha legyőzzük a félelmet, ott vár a béke, és kimondhatatlan ajándékok. E szavakat kaptam az úrtól. Tépd szét a lelkedet, lányom, hogy jobban elmélyülj bennem. Ha azt hiszed, hogy itt másféle életet találsz, mint kint, nagyot tévedsz. A gyóntatód nem olvashatja el. Már az is bűn, hogy ilyet írtál nő létedre. Szent egyházunk azt kéri, hogy írja le a látomásokat, amiket átél. Megint van egy fanatikus az árdában. Azt állítják, hogy maga Jézus is megjelenik neki. És miért ne lehetnének nagy nők is köztük? A kármelita alapítók szabadságával. Mi nők vagyunk, Teresa. Úgy kell megszereznünk a hatalmat, mintha lépcsőznénk fokról fokra. Valóban megfelel egy költőnek, hogy az inkvizíció inasa legyen? A betegséget hatalmaz fel, hogy ilyesféle könyveket ír? Hogy a világtól visszavonultságban élő nőket tüzelj fel? Ez bűn! Csak legyőzött kísértések adnak elég erőt a hitnek és a szeretetnek. Az élet örökké tart.